És nem tudom, hogy megismerjétek-e. Red Csácsá! Igazából egy nagyon nagy buli előtt állunk, 27,2 évesek leszünk, és még azzal foglalkozunk, hogy egy csomó haverunk most hív, hogy van-e még jegy. Van-e még jegy a bulira. Úgyhogy sajnos azt tudjuk mondani, hogy nincs, már hál' Isten teltházban, úgyhogy most nem tudok a jegyekkel foglalkozni. Kellett volna előbb egy kicsit gondolkozni, srácok, hogy bejössetek. De majd legközelebb. Igen, hát most a lazítás időszaka van, ugye most van még egy óránk a kezdésig. Lepróbáltuk gyakorlatilag délután az egész műsort. Fényeket, hangot, még a táncosokkal is átnéztük. Kicsit fáradtak vagyunk, de szerencsére van ilyen formaidőzítés a zenekarban, és akkor 8-szorok vagyunk, kipattanunk a színpadra, és úgy lenyomjuk a 2,5 kilométert, mint a húzat. Igen, már nagyon várjuk, mert igazából baromi sokat próbáltunk rá, tehát elvileg a kis ujjomban van a műsorom, és az ilyenkor szokott nagyon nagy baj lenni. Viszont ami nagyon jó hír, hogy technikailag is nagyon jól állunk, de egy csomó milibulikon mindig az volt, hogy utolsó másodpercben, hogy nem égett a gyertya, még a LED falnak nem találtuk a 2,20-at, hogy hova dobjunk, még a dob nem volt felállítva, volt olyan bulink is. Most viszont nagyon kényelmesen ülünk, mert úgy néz ki, hogy a technika is jó, és a zenekar is egyedül működik. Egyedül szuper. Megmondom őszintén, most én kifejezetten nyugodt vagyok a mai buli előtt, hiszen nagyon jól zajlottak a próbák. Ami rituálé nálunk, hogy azért bedobunk egy italt. Maximum kettőt. Utána meg viszont 52-t, és akkor tényleg egy kicsit így hú, kimegy belőlünk ez az egész napos feszültség. Én például nem ettem csak egyszer egy pizzát egész nap. After partyra nem gondoltunk, de lesz. Gondolni sem merünk, hát ott mi lesz. Az a baj, hogy két éve is volt after party, csak nem emlékszem. Állítólag volt. Állítólag ott is volt. Még valami filmet is vetítettek, de én nem emlékszem semmit. Úgy figyeltem, addig felveszünk a cipőket, az biztos. Na, szevasztok. Sziasztok! Itt vagyunk a Mirig Bulin, a 27,2 tizedes éveses Irigy Honlaj Mirig sportaréna. Tessék! Mögöttem mindent, elárulok egy borzasztó nagy titkot, de csak nektek, csak most. Megmutatok egy-két titkos tánclépést, amit ma este meg kell csinálni. Ennél többet nem mutathatok, mert kiraknak a zenekarból. Az Irigy Honlaj Mirig tagjai felkértek, hogy szerepeljek a koncertjükön. Igazából meglepetés vendég leszek, sztár vendég, és nagy örömmel elfogadtam a felkérést, hiszen nagyon szeretem az Irigy Honlaj Mirig tagjait. Nagyon régóta ismerem őket, baráti a kapcsolat, sok közös megmozdulásunk volt együtt. Az Irigy Honlaj Mirig klipjében szerepeltem, és ott is hasonló feladatom volt egy tortából léptem elő, mint meglepetés vendég, és most is hasonló lesz, és természetesen hoztam mindegyiknek dedikált falinaptárt is, úgyhogy remélem, hogy nagyon fognak örülni neki. Hát ha tényleg arra vagy kíváncsi, hogy én milyen szerepben leszek itt, akkor elmondom neked, bohóc szerepben. Én eljátszom a Ferót, lebohóckodom, ellenben majd nézd meg, a közönség le fog imádni. Úgyhogy nem tudom, hogy utána az Irigy-Mirigy mit csinál, lehet, hogy le kell, hogy menjenek a színpadról, mert annyira sikertelenek lesznek utána, vagy nem.